Pedig Malenia sokkal könnyebb boss volt, mint ez. Szerintem. Hogyan dodzsolom ki az összes kibaszott szikláját? De meg ne hozzám fussál, te csöves, mert mennyi nézve mit csinál az a geci? Hát üssed már! Az jó, hogy rám figyel, meg üti amúgy. Nagyon szép, mondom, az első fázis ez így nagyon jó. Mi az a nyámot csinálják ebből a angyal geciből a búcsukat? Hogy jövök ki? Úristen! Jó van, nekem ne ígérni, ne! Ez mi volt ez? Ja, angyal szárnyakat baszott rá. Megígértettek valamit, talán azt mondta, hogy örökké szeretni fog. Baszott. Picsába! Ajjaj! Na ezt most vagy bekapom, vagy nem. 50-50. Mi a fasz? Jézus úristen! Eddig a legjobb kör. Nem rossz. Jó, hogyha még egyszer így megölöl és instant halál van. Aha, azt hittem, hogy ilyen nagy csókokat adott nekem itt a meccsre. Nagyon kell nekem a mimik. Úgyhogy azt nagyon kell védenem a mimiket, hogy ne halljon meg nagyon hamar, mert ő nagyon szét tudja baszni, amíg én rám figyel a boss és kidodzsolom, addig ő tudja ütni. A szívemet veszi el a boss. Én a szívemet adtam neked. Na, ez most már nem jó. Vagy így kezd, vagy így. Ez már... De akkor már nem is fog küzdeni. Akkor jó még, amikor elején nem fut rám, és akkor betolom minden mimiket. Meg amúgy az lenne a legfaszább, hogyha csak a második fázisba hívom be a mimiket, mert akkor még tele élettel nyomja. Na? Most. Na mondom, egyszer így kezd, egyszer úgy. Mi volt ez a rámfordulás, te Béla? Hú, nagyon megöli a minket amúgy. Az a baj. De a vért is nagyon kapja. Ez baj. Na, nézd meg a Songokut. De mi történt? Jó, hogy elkapta a fiatal embert? Aha.
Na, ezt hogy a faszomba védem ki amúgy? Nincs időm kifutni a területből. Idő mint tenger, úgyhogy még lehet, hogy ezzel meg is leszünk amúgy. Egyszer bejön egy jó kör. Nincs valami olyan cuccom, ami sokkal jobban ad ilyen vérsebzést? Hogy még nagyon rádobja? Ez az. Valami olyan cucc kéne, ami még... Ami még boostolja nekem itt a... itt a vérsebzésemet. Boost vigor. Amúgy ez is jó szó, csak ebből kettő van. La 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 la. Próba. De most rám fog ugrani ez a csöves. Ebből csak 4 darab van. Csak most biztos rám ugrik. Nem? Jó, nem. Ne, ne. Őtüsed, őtüsed. Hogy így is jó. Na faszom! Próbáljak ki egy... egy fordított. Jaj. Egy malénia támadásos izét? Ha megölt a malénia őtet, akkor megpróbáljuk a kardocskájával. Malénia támadásokat bedurrantani neki. Ja, hogy nem ölte meg, ja. Na, abba a pillanatban lebasz. Lehetek én levegőbe akárhol. Szétkloffol, mint a szar. Szétkloffol. Szétkloffol. Strangbillbe is van izé, nem? Strangbillbe is van vérzős cucc. Lehet, hogy arra kéne appellálni, hogy minél nagyobb támadásokat bevigyek, egyszer. Csak rábaszta a rohadást, azért néz ki úgy az egész Kalid terület, átváltozott ilyen bazi nagy növényé, aztán kiengedte a rohadást magába, és az Esradant belülről, de nem... aha. Na, nem ittam meg ezt a szart. Jó, meghalunk. Kötsök! Enir Ilim. Szerinted a Kersa? Dexterity build vagy strength build? Mit mondasz?
Hát ez most békében nem fog hagyni. Nekem annyira tetszik az a izé, az a dobószar. Én totál lehet, hogy most... Amúgy mi az, ami kell a build cseréhez? Valami tojás, nem? Vagy mi a tököm? Nekem az a dobós akármi tetszik, aminek ugye a szigonyok kijönnek aljába, vagy mi a tököm? Hol a faszom? Mindig eltéveztem. Aztán hova volt? Hát gondolom. Ez a zenem. Én ezen gondolkozok, ezen a szigonyon. Megszigonyozom. Így fog megdobni, kurva anyát. És ez a heavy amúgy. És akkor amikor így lebassza a fődbe, akkor jönnének ki azok a cuccok a fődbe, ugye? De ezt végigvinni, enni a bossztal, ezt a egész támadást konkrétan lehetetlen valószínűleg. Bum. Bum bum bum. Bum csikabám váááá. De ez olyan build való, hogy kétkezes karddal védekezett az ember, és nem kapott se ezt a ellentámadásból feküdt. Greetsword? Melyik a jó Greetsword? Frost? Aha, hát gondolom a Frost az annyira nem hatásos. Nem hatásos ez ellen a fiatal ember ellen. Az a baj, hogy a nagy kardokban nincsenek ilyen nagy vérző szuccok. Maximum, hogyha rárakok, ha lehet. Lehet. Mágia. Tűz. Kolosszális Greetsword. Azt a kurva. Mint egy bigafasz. Igen, akkor valószínűleg biztos átvariálja a fegyvert. Melyik lehet a jó Greetsword szerintetek? Ilyen nagyon nagy baszókard. Melyiket buildeljen meg? Ezt csináljam meg. Mert kettő kéne, mert akkor ezt is kétkezesre baszolni magam, érted? Ha egyáltalán... Hát persze, hogy... Hát mit te gondolsz? Szerintem ez a egyik, nem? Ez nagyon baszol néz ki. Radon fegyvere? Az melyik? Szerintem nincs. Az honnan lenne meg? Ja, hát én azt biztos alattam.
Milady, Leda Sword, Lord Sword, Knight Great Sword. Ott a halott nagyiknál. Az mindegy, mert ha átbildelem, akkor teljesen mindegy. Szerintem most ebből kéne főznünk, ami van. Na akkor... Amúgy nagyon sok ilyen hülye intelligenciás fegyver van amúgy. Ark. Akkor meg lehetne csinálni azt. Ezt a fegyvert használtam még a legelőször. Meg lehetne csinálni azt. Hogy intelligencia és strength build-et csinálunk akkor. Egy intelligencia és strength build-et. Bloodhunk. Funk. De az a baj, hogy Dexterity is nem akarok, mert Dexterity-re az, ami most van, az kibaszott jó, érted? Szerintem. Legalábbis én úgy gondolom. Szerintem nincs meg. Ja, lehet, hogy átbildelünk, ja, azon gondolkozok. Azon gondolkodám én most. Bár amúgy nem olyan sok kell ez a bosshoz, mert ha most begyakorulnám, szerintem megtudnám, és kíváncsi vagyok, hogy mekkorát tudnék odabaszni egy nagyon nagy buzi fegyverre. Strength és intelligencia. Van még egyáltalán olyan kardom, ami csak azt a kettőt tudja? Nincs mi? Nincs. Melyiket mondtad? A Bloodhound Funk. Aha, erre gondolsz-e. Magma. De ebből hogy lesz kettő kész? Ne, én most ilyen nagyon nagy baszó izét akarok. Lehet, hogy nem fog bejönni, mert mire fogok ezzel ütni egyet, akkor addigra izé pusztulás van. Mm-hmm.
így. Így kell neki menni a bossnak, passz meg. Ilyet rábaszok, össze szarja magát. Hii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 
De biztos nincs meg a radan lelke azokat, mert én előttem. Nincs. Most nem tudom, mi legyen amúgy. Most akkor buildáljuk? Vagy itt mondtak? Most jönne a boss, érted? Rám löpül, van egy kis időm, és a kecsel meg. He! Kurva anyád! Túr! És kapná a heavyt. Nem tudom. Vagy megpróbálunk egykezezni. Egykardozni. Lehet, hogy akkor a kétkardos szart hagyjuk a faszomba. És akkor lehet, hogy tudunk védekezni is picit. Na próba! Próba, próba, cseresznye! Hát igen, nem buildeltem át, úgyhogy lassú lennék. Na mindegy, ez most már úgyis innen itt. Semmi baj. Hozzászoktam eddig, hogy L1-et nyomkálom, úgy meg két kézzel az kell. De most vissza kell szoktam el a R1-re. Mert a L1 az a védekezés. Egy buzi bosszocska ez? Nézd meg is, ha megnyitod. Nem bírja ki. De! Hogy dodzsolok ki az összes elő, bazd? És azt akarom megnézni, hogy erősebb vagyok egy kézzel, vagyis egy karddal, mint kettővel. Így 1385-et ütök. Hát kb. Hogyha mind a két kard megüti, akkor kb. Ugyanannyi a sebzés szerintem. Ez most nem teljesen odafigyelős, mert amikor így nekem ugrik, akkor már elengedem, mert tudom, hogy akkor ott már izé van. Ott már nem úgy jön ki a számítás, mint hogy én akarom. Igen, most megint ez van. Mert nem tudom behívni a mimiket. Nem fáradsz-e, fiam? Soha mi? Én tudom, hol dodzsuljak, bazd meg. Ha jobbra, ha balra, ha előre, mindig elkap egy meteor. Elkap egy meteorsz. A
Az a baj, hogy le sem tudtam tesztelni ezt a egykezes stílt. Stílus! De hagyjad már! Nézd, jó, meghalok. Pusztulat. Meg amúgy szerintem az alapjátékban is nehezebb volt a boss. Igaz, hogy nem úgy tűnik, de szerintem nehezebb volt az alapjátékban utolsó boss. Geci lassú ez a fasz. Nagyon kevesen sebzek rajta. Jé, Sangaku! És megmondja a imádságot itt el. Az anyád picsáját, bazdnak, hogy a földből hűgözött ki a faszodat. Nem, amúgy a két karddal sokkal jobb. Most ezt így kipróbáltam, sokkal-sokkal jobb két karddal. Ugye ez egy kardos stílus, ez nem jó. Nem jó! Hol van az a geci karc? Azt kéne megtudni, hogy mondjuk egy ilyen kardból lenne erősebb fajta, mint mondjuk ez. Fizikál. Dragon Hunter Greed katona. Mondjuk ez jobban dexes, ez meg inkább... Ja, hogy ez... Ez nem is illik össze a én kardommal. Ja, jó, akkor nem mondtam semmit. Szerintem nincs jobb kardom. Ezek a legbaszóbbak. Na mindegy, így kell megölni ezt a csövest, ahogy van. Idő kérdése.
Na, megint így ez. Akkor is elkap egy bazd meg. Egy geci meteor. Tudod, mit szippant? Az anyád picsáját. Beszippant. Ez a legszomorúbb. Elindulsz, vége van. Elindulsz, vége van. Akkor csak messzire kell futni, mikor? A meteoroknál? Jó sikerült. Na meglássuk, legközelebb messzire futok. Amint nyomom a életet, már úgy. És már két ütés nem fér bele. Amint ütöm a másodikat, már meghal a végem is. Egyik égi áldást. Nem lehet újraéleszteni a mimiket, ugye? Az epic lenne pedig. Az Isten bat. Még nagyon erre a második fázisra kell nekem a mimik amúgy. Az a baj, hogy nagyon gyorsan belehal. Úgyhogy első fázis, az jó lenne magam megoldani. Próba. Múltkor megjegyezte valaki ennél... Ja igen, igen, olvastam. Arra már én is rájöttem arra egy ütésre. Csak hát próbálkozik ember, hol tudja megütni többször, tudod? Hát bazd meg ez. Egy hajszálnyira vagy a haláltól minden egyes körbe amúgy. Csak egyszer rosszul nyomod meg a kört, vagy a B-t, és abban a pillanatban meghaltál. Na hát ezt most már ittam egy szerencsés szirupot, ma mindegy. Anubis!
szépen köszi a 10. hónapot! Köszi, köszi! Most ennek örömére meghalunk most. Mindegy, mi... De és ez is basz meg, ez olyan gyorsan jön ez a támadás, hogy idő nincs arra, hogy kifussak a körből. Köszi Anubis még egyszer a 10. hónapot! Köszi, köszi! Csók, puszi! Ta-na-na! Azt kell csinálni, hogy én nem is ütöm, hanem csak folyamatosan do... Na, ne ráfigyelj, légy szíves! Anyád! Ez eddig a mimik tudja darálni. Most. Ezt meghalom most. Az a baj, hogyha én még kis... De a mimik ez nem tud ki. Na, faszom. Na. Nagy ölelés. Guided by compassion. Hát ezek az alsó robbanások, ezek kikészítenek. Itt a második fészre ki kell találni valami jót. Most jól begyakorlom, aztán megint nem leszek 3 napig, érted? Aztán elfejtek mindent. Nyomtam a dodge-t alul, történt semmi. Korán! Ta-da-da! Próbálom kiismerni minden pillanatát. A ritmika nagyon fura. Például ennél ütésnél van az, hogy tű, aztán egy kis szünet, és aztán tű. Megint. A második fészban a ritmika alatt meg... De ott hirtelen nem tudom, hogy hol dodzsoljak. Előre, hátra, fölfelé a levegőbe. Ez is nevette életemet. Lepingott. Hát most megint elbasztam egy lirikussal. Hogy ezt csába lehet kidodzsolni? Lehetett. Valahogy biztos. Konkrétan 10 másodpercre van kiszálló ez. Hát
Ez az alsó szart, nem tudom. Ez... Fasz, fasz, fasz. Ne, ne. Bufur. Bufur, bufur, csufur, bufur. Ez kire jön most ez? Azt a jó büdös tokedli. Pedig már éreztem. Éreztem a bizsergést, hogy már eddig jó. Még a izének is volt. Ja, most ott voltál a szeren. Di-da-di-da, di-da-da-da. Futás, szavasz! Rögtön agresszív lesz, ahogy elkezdek inni, érted? Már rögtön jön. Akárhányszor bejövök ide, tudjátok, kire emlékeztet, ez a boss, az a hülye vízilovas. Vízilovas, vagy pónilovas, vagy ki a tököm volt az. Tudjátok, akit nagyon sokat öltem. És aztán hirtelen egyszer sem megöltem egyre. Ez első fád is annyira hasonlít rá. Igaz, hogy ő lóval volt ez meg nem, de akkor is. Ez az a támadás, amit mindig elfájtok, hogy ilyenkor kettő jön. Ja, hogy itt még egy van. Ja, jó. Hát ez a magába szippantás. Gondol egyet, bazd meg. És beszippant. Köcsök. Köcsök. Az a lényeg, hogy köcsök. Így van, teljes mértékben. Egy köcsök, két köcsök, három köcsök, haj! Ne! Most kettő, ugye? Igen. Hát ez! Akkor meg a földet is felbassza. De hagyjad már magad! Ezeket a támadásokat már élem amúgy. Hogyha már rájöttem. Ne, igen, csak itt nem hátra kellett volna. Hát ez le fog színi agyilag, amire ezt megöljük. Nem tudom, hány streamet fogunk erre rábaszni még. Én nyomtam. Úristen, ne! Ha? Nem kéne még fejlődni ehhez? Tudja a faszom.
Nem tudom. Szerintem most, hogyha nyomok karakterre egy 3 levelt, az most már nem fog annyit dobni rajta. Szerintem. Bár lehet. Itt szerintem azok a fragmentek fontosabbak lennének. Azokat jobban összeszedni. Meg azt hiszem, 5 hiányzik elsőben. Fogjuk kapni a vért. Eltaláljuk egyszer, persze. Nagyon, nagyon, az baj, nagyon gyorsan a második fázisra vártam úgy. Nagyon sok élete van még ilyenkor. Mondom, hogy a közel maradok hozzá, az jó. Meg a haverom! Ez csak akkor itt kitépje a szívit most, mi? Meg annyi. De miért nem? De. Faszomat! Radar konzor, Mikil. Még hogyha itt egyszer sikerülne beadni a vérzést, az majdnem levinne annyit, hogy meg is halljon. Mi van? Most te utolsó bossza szenvedek, szia, hello, jó napot! Meg volt a caigalozás? Hát ez gyönyörű volt, köszönjük szépen! Ezt a bepörgős támadást, nagyon jó volt az. Azt mondtad, nincs kint már meleg, hogy nálatok borúkodik. Na, most már mégis meleg van? Amúgy át fogom cserélni ezeket a szarokat. Egyszer fáradná a hadonászos kurva anyád. Ah, meghalunk. Fűrcsés? Na, nekem is azt kéne már. Mert már az... izzad a testem. Ja, várjatok. Bonfire! Jaj, mába lesz trel! Pont akkor reggel 5-kor kell kelnem, nem? Azt mondja, hogy... Memorize! Egyetlen egy ilyen spellt nem használunk, spellst. Ez jó lehet ez a szar? De ez kell 11-es varázslat. Úgyse lesz érdekes, bótozni fogok. Ja, hogy bótozni? Hát igen, az lehet, nem lesz annyira érdekes.
De nem az a lényeg. Ez kéne 11 faj. Faj megkülönböztetés. Mennyi van nekem? 8. Miért lenni az? Miért lenni az? Kíváncsi vagyok, mi ez a vérgömb? Tudnám én ezt használni, hogyha meg csinálom a 11 fajt? Lehet ez pont jó lenne, rábaszom. Kamehámet nyomok rá, vagy valami. Magadnak nem vagy az? Hát a magadnak minek legyen érdekes? Érted? Na, még ezt akartam megnézni, hogy itt mi van. Azt mondja, ez makes consecutive attacks grow stronger and makes it physic. Ez meg temporary boost stamina in... Chaos Contention Exploding Mixed. Mi a explode? Na, már Zambó Gibit énekelnek. Az igen. Lightning Attack. Holy Attack. Enchanted Charged. Segít, elősegíti a dodzsolást. Ez mit jelent amúgy? Ez a, mi ez a konzuktív atak? Makes consecutive attack grow stronger in the mixed... Jaj, egy duettet adtok és semmi elnézést kívánok. Duettozok. Mi az, hogy consecutive attack grow stronger in mixed fizikus? Mi? Nem is túrtam arra. Ugye egymás... Ja. Hát igen, amúgy az nagyon jó lenne, hogyha meg tudnám ütni a boss-t folyamatosan. Mi a belenyúltam orromba? Akkor belenyúltam. Na stíl. Addig, amíg nem szedtem ki píkát, érted? Könnyékig. Na. Azt mondja, hogy ez nagyon jó ez a dolog, hogyha tényleg vannak egymás követő támadások, csak az a baj nincs. Megpróbáljuk ezt a dodzsolósat? Próba. Még ilyenkor lesz egy pajzs rajtam, úgyhogy egy ütés kibírok. Ingyér. Egész könnyékig nyúkálni? Azért ez... Húva. Mennyi volt a nagy pajzsom? Amúgy olyan, mint hogyha így sokkal többet bírnák ezzel a cuccal, nem? Kevesebb életet hoz le. Nem? Most nem két ütésre haltam meg, hanem háromra. Gyere velünk versenyezni, Lötyi. Van helye csapatba. Veszünk fel ifjú titánokat a GT3-os csapatunkba. Egy Ferrari 296 GT3-mal, vagy GT, nem is tudom mi a neve. Lehet gyűnni, nagy versenyeket játszunk.
Szóval mentünk két verseny, de mind a kettő versenyben első körben szétbaszta magát egy másik fiatal ember. Hányos vagyok? DLC szint? Az hogy van a DLC szint? Hát level 188. Na mindegy. Miért akkor az nem számít, hogyha kint? De szerintem, ha levelezel, az teljesen mindegy, hol levelezel, érted? Hát nem azt mondtam, hogy most gyere. Azt jöttem, hogy ott állt, gyere. Neki. Vannak ilyen cuki rózsaszín autók is amúgy, tudom, hogy nem szereted a rózsaszín szín. Jó, kezdő legel lenni amúgy ebből a bossból most. Jó, mondó vagyok. És inkább összerakodok én most majd itt hónapra magamnak. És még lehet, hogy este nyomok egy kis Assetto Corsát, hogyha most így főhoztam. Lila is van amúgy. Lilácska! Az fasza, meghalok már megint. Na nem. Na mire. Milyen színnel csapatom? Hát a Ferrarival megyek, úgyhogy vörösse. Tiszta vörös. Tiszta vörös! Megmutassam? Megmutathatom amúgy. Szerintem Elden Ringből ez így a lég. Ez a dolog. A légecske. Tűz, hát ilyen bordós tűzpiros, ja. De Dáviddal szoktuk. Ja, Dávid Red Bull Ferrarival játszik. Na, úgyhogy még gyorsan akkor megmutatom azt. Úgyhogy most elég volt a Elden Ringből, mert most már tényleg most már kezdett kikészülni itt a bosszoktól, úgyhogy nem is baj, hogy három napig nem leszek. Kimegy a hátam! Kimegy a hátam!